Néhány rutinvizsgálat a házi orvosnál. Vérnyomásmérés, vércukorvizsgálat, EKG. Köztudott, hogy a családorvos az első szűrő, ahol időben kiderülhetnek a betegségek és elkezdhető egy korszerű terápia. Nem csak a felnőtt praxisokban, hanem a gyerekorvosnál is elindul jövőre az új betegkartonozás. Az egészségügyi nyilvántartás segítheti a gyógyító munkát, ezzel egyetértenek az orvosok is, ám nem tudják pontosan, hogyan zajlik majd a kérdőívezés. Probléma viszont, hogy a kérdőívben szereplő konkrét Két kérdések a törzskarton tartalma még mindig nem ismert, mondta el a mok megyei elnöke szerkesztőségünknek az orvoskamara hivatalos álláspontja szerint is ezt a törzskartó rendszert akkor tudjuk támogatni, hogyha ezt úgy, úgy, javasoljuk és támogatjuk a bevezetését, hogyha ennek valóban értelme van és egy pozitív hozadéka. Az eddigi kérdés sorok alapján, amik megjelentek sajtóban itt-ott egyeztetéseken, nagyon sok olyan elemet tartom az ez a törzskarton, ami jobbára inkább a szociális szférához tartozó kérdéseket vet föl, illetve az a kérdés még, hogy ezt a törzskartont, hogy ezt megújítsuk, ezt rendelési időben, rendelési időn kívül orvos asszisztens végzi -e, illetve hogy ezek a házasi szolgáltatók, ezek kapnak-e valamiféle plusz javadalmazást ennek a munkának az elvégzésért. Egyébként a tervezet szerint a kérdő évben lesznek vonatkozó kérdések betegségekre, családi állapotra, gazdasági aktivitásra. Megkérdezik, dohányzik-e a páciens alkoholfogyasztási táplálkozási szokásairól kérdezik, allergiás-e és a családban felelhető krónikus és daganatos betegségek előzményeiről is kérnek információt. A Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke azt is elmondta, az orvosok szerint fontos az új elektronikus nyilvántartás bevezetése nem csak a törzskarton esetében, hanem az elektronikus receptek is olcsóbbá, hatékonyabbá tennék az egészségügyi ellátást.